és sikerült elcsípni a mátrát is. Ehhez is szaladni kellett, de megvan. Nézzétek, ráadásul dupla felett volt. Szóval akkor még eléggé alábecsültem az utasszámot, azt nem is figyeltem a szódon, hogy nem egy, hanem két egység van. Hát akkor azért voltak, de hiszem, hogy egy vámos gyilk után azért kevesebb utas lesz, de a másik részben, hát az elsőben többen voltak. Még ott, ami most is szállnak le. És egy gyöngyös állomáson még nem láttunk fölöttet. És hát itt van akkor egy dupla fölött lesz. Igen, amikor indult, akkor kisszel ment, tehát a dupla fölt az sok lesz ide, vagy legalábbis most még az. Elég lett volna egy szimpla is, mert még azon is kényelmesen elfért volna ez a mennyiség itt van utasként. Viszont ahhoz képest, hogy még nincs egy hete, hogy elindult ez a közvetlen vonat, és hogy munkanap van, és igazából délután egy, tehát nem az a tipikus csúcsidő, amikor sokan utaznak, ahhoz képest vannak utasok, és nem is kevesen. Ugye az esetben hetesen valóban kevés utas volt, így fecskével, meg három kocsival, viszont itt sokkal több van, és látjátok, most is. Azért most legalább heten felszálltak, csak most, és még indulási idő messze van. És itt igazából az se probléma, mert van olyan terv, hogy a buszállomás ide költöztetik a vasút mellé, viszont most nincs messze, mert kb. 5 perc séta. Tehát igazából rágyalogásban sem valami hatalmas. Plusz igazából a volánbuszok akár be is térhetnének ide a vasútállomásra. És akkor még annyit csak kéne gyalogolni. Na és akkor mindjárt óra 3-kor indulunk vissza. És ami meglepő volt, hogy tényleg, hogy a kitérő gyárnál is, ami feltételes megálló, meg gyöngyös halásznál is, hogy be is mondta angos, hogy feltételes megálló, mind a két helyen megálltunk. Tehát, és nyilván azért, mert volt utas. Igen, és már valószínűleg azért is népszerű, vagy igazából most is az a járat, mert igaz, hogy 10 perccel több a menet ideje, mint a busznak, mert ugye a busz 75 perc alatt él a stadionok, az a vonat 85 perc alatt a keletihez, viszont a busz, mivel nem áll meg, Gyöngyöstől Budapestig, csak annak jó, aki itt száll fel a vonatra, itt a vasútállomás közelében, mert mondom, a buszállomás is itt van 200 méter alrébb. Viszont így a vonat így megáll a kitérőgyárnál is, meg megáll Gyöngyös halászon is, és akkor ugye Vámos Györk, ott van a szód, tehát több embernek jó. És hát nem feltétlenül mindenki Budapestre akar utazni, hát lehet, hogy van a képen a szódra vagy hatvanra. Neki meg akkor sokkal kényelmesebb vonattal menni, de még Gödöllőre is. Hát egyedül annak nem jó a vonat, aki Újpalotánál, ott a Szerencs utcánál száll fel a buszra, mert ugye ott áll meg csak a stadionok végállomásig. Hát olyan, az meg szerintem elenyésző száma az utasoknak.
utaztam egy pászol azzal a busszal, nem sokan szálltak le, meg föl. De voltam már Tehát ez a másik nagy előnye a vonatnak, hát ezt próbáld meg ezt buszon megcsinálni. Úgyhogy még ezért töltendés tudod itt a konnektorodon a laptopot. És hát így dolgozni is tudsz lehet, de sokkal kényelmes, és ezt buszon nem lehetne megcsinálni. Tehát egyszerűen nem félsz be az ülés be laptopban. Sikertörténet a Mátra Interlégiót, amit a mennyire szólnak, ezt megnéztétek. Sziasztok!